A gyálon szeptember 29-én megrendezett képviselőtestületi ülésen a gyáli óvodák sajátos nevelési igényű gyermekeinek fejlesztése, a járóbeteg szakállátás működtetése, a gazdaház konyhájának megépítése, a közbiztonság fejlesztése, az illegális hulladéklerakás megakadályozása, a tiszta udvar rendesház címek adományozásának visszaállítása, valamint a gyáli lakásfenntartás segítő program is napirenden szerepelt. Ennek a rendeletnek a célja a lakásfenntartás lehetőségének a biztosítása azok számára, akiknek a bevételi forrásai szűkösek az országos program mellé, tehát az állami támogatások fölött. Az önkormányzat kívánja támogatni azokat az egyedül élőket, gyereküket, egyedül nevelőket, illetve azokat a családokat, akiknek szűkös jövedelmi forrásai vannak. A támogatás 2022. október 1-e és 2023. február 28-a közötti időszakra terjed ki, és az elektromos energia, a gáz, illetve a tűzifa vonatkozásában nyújt támogatást. Az előző két esetben a piaci áron beszerzett összegekre vonatkozóan. Ugye van egy támogatott összeg, ez az államnak 181 ezer forintnyi támogatást jelent, vagy ráfordítást jelent háztartásonként. Az önkormányzat ezen felül kívánja támogatni azokat a kategóriákat, akikről az előbbiekben beszéltem. A villamos energia piaci árára vonatkozó összeg 5000 forint összeghatárig, a gáz támogatás esetében havi 15000 forint, és a tűzifa támogatása 75000 forint, de ez az egész időszakra, tehát október 1-től 2023. február 28-áig terjedő időszakra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatos tájékoztatás már megjelent Gyálváros honlapján, és a kitöltendő dokumentumokat, csatolandó dokumentumokat úgy szintén a honlapról tudnak tájékozódni azok, akik igénybe vennék ezt a támogatási formát. Ugyancsak napirendre került az a javaslat, ami a gyáli óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítására vonatkozó 2,5 millió forintos keretösszeg megemelésére vonatkozik. Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére, eszközök beszerzésére az önkormányzat 2,5 millió forintot határozott meg a költségvetésében, ezt kívánjuk kiegészíteni 1.625.000 forinttal, és hát két ilyen óvodai csoportunk is van, az egyik ebben az évben indult el a Lilium óvodába, a korábbi sajátos nevelési igényű csoport pedig a Tátika óvodába. Ugyancsak javaslatot tárgyaltak a járóbeteg szakellátás átvételével kapcsolatos költségterv megismerésére és a Városi Egészségügyi Központban álláshely bővítésére. Hát, amint erről már korábbiakban is beszámoltunk, a Városi Egészségügyi Központ révén kívánjuk működtetni a szakellátást. Az intézmény vezetője, dr. Széchenyi Nagy Balázs költségvetési tervet készített. Ez különböző fejezeteket tartalmaz, egyrészt azokat a költségeket, amelyek az eszköz beszerzéshez kapcsolódnak, ez körülbelül 22 millió forint, és a jövő évre vonatkozóan a személyi kiadások és a szakellátási rendszer működtetése 110 millió forint. Megtárgyalta a képviselőtestület a gazdaház, főzőkonyha, iroda és műhely közbeszerzési felhívás elfogadását is. Elkészültek a kiviteli tervek, aktualizáltuk a tervdokumentációt, és a közbeszerzési eljárás elindításával reményeink szerint egy nagy lépést fogunk megtenni a gazdaház építésének az irányába is. Hát első ütemben a konyha megépítése, amely egy jelentős költségvetési támogatást igényel az önkormányzat részéről, de nagy szükség is van, hiszen a KHT közel 2500 adag ételt készít, és a közétkeztetés egy kiemelt feladata és vállalása az önkormányzatnak. A közbiztonság is téma volt, méghozzá a térfigyelő kamerarendszer bővítésére, és ehhez kapcsolódó téma volt a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület épületében operátori munkállomás kiépítésére és együttműködési megállapodás megkötésére. Két napirendi pontunk is foglalkozik ezzel a témakörrel.
Hát amint a gyáli lakosok számára ismert, közismert, az Akácfa út közelében, külterületen, egy tanyán az elmúlt évtizedekben hatalmas mennyiségű illegális hulladék került lerakásra. Az önkormányzat sokszor szélmalomharcnak tűnő küzdelmet vívott ennek a felszámolása érdekében, de végül is eredményesek voltunk, hiszen a Pest megyei kormányhivatallal együttműködve sikerült ezt a területet kitakarítatni. Több száz köbméternyi veszélyes hulladék került elszállításra előre a területről. Az önkormányzat eltökélt abban, hogy ezt a területet megvédi a közeljövőben, olyan intézkedések révén, amelyek az illegális hulladéklerakást megakadályozzák. És hát ennek érdekében térfigyelő kamerát helyezünk ki a 019-es helyrajzi számú út megfigyelésére, tehát a külterületek megközelítése a tulajdonosok számára biztosított lesz, de az illegális hulladék lerakásának az esélyét, a lehetőségét kívánjuk ezzel megszüntetni, és a gyáli fegypolgárőrséggel kötünk egy együttműködési szerződést. Ennek az együttműködési szerződésnek a lényege az, hogy 0-24 órás megfigyelés lesz erre a területre vonatkozóan is. Nagyon gyorsan, operatívan tudják értesíteni a rendvédelmi szerveket, illetve ki tudnak vonulni, hogy megakadályozzák az újabb illegális hulladéklerakást ezen a területen. Még egy téma, ez pedig a zárt ülésen tárgyalták a képviselők, javaslat hangzott el a Tiszta Udvar Rendesház elismerő cím pályázatok elbírálására. Ez egy nagyon szép kezdeményezés. A gyáli kertbarátok kerestek meg ezzel a javaslattal, hogy állítsuk vissza ezt a korábban működtetett és elismerést jelentő cím adományozást. Erről hozott egy rendeletet a képviselőtestület tavaszi időszakban. Nyáron a pályázni kívánók beadhatták a jelentkezésüket, pályázatokat. Egy szakértői bizottság értékelt ezeket a pályázatokat, és a képviselő testület döntött a megtisztelő Tiszta Udvar Rendesház cím odaítéléséről, és valamikor az ősz folyamán átadásra kerülnek ezek a címek, és hát nagyon fontos, hiszen ezek a háztartások, ezek az udvarok, ezek a rendezett környezetnek a példái, példaértékei, és reméljük, hogy sokan követni fogják a példájukat. Egyrészt jelentkezni fognak a következő évben is erre a pályázatra, másrészt hát nagy gondot fordítanak majd a környezetük tisztaságára, szépségére, ápolására.